A Mi Hazánk mozgalom elkeserítőnek tartja, hogy a magát kereszténynek és nemzetinek valló Fidesz kormányzásának 11. évében most már arról kell beszélni, hogy nem csak, hogy fővárosunk utcáin menetelnek a deviánsok, hanem már vidéken is, ugyanis az elmúlt hétvégén rendezték meg az úgynevezett Pécsi Pride-ot. A Mi Hazánk mozgalom szerint, tehát nekünk határozott álláspontunk, hogy sem Budapesten, sem vidéken, sehol máshol az országban egy ilyen felvonulásnak nincs helye, és ígéretet teszünk arra, hogy amikor bejutunk a parlamentbe, minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ilyenek többé ne fordulhassanak elő. Azonban addig is van bőven tennivalónk, ugyanis ha már nyáron óriási port kavart a pedofil törvény, vagy ahogy másképpen is nevezik, a gyermekvédelmi törvény, akkor itt az ideje, hogy leteszteljük a valóságban, hogy mennyire valóság ez, és mennyire csak egy kommunikációs trükk volt. Ha már a rendőrség álláspontunk szerint nem tette megfelelően a dolgát, mert ahelyett, hogy eljárást indított volna hivatalból azért, mert a Pécsi Pride-on gyermekek is láthatóak voltak, az ellentüntetőket, a hazafiakat vegzálta. Idézzünk egy kicsit ebből az említett törvényből, itt van nálam kinyomtatva, többek között az áll benne, a rendezett családi viszonyok védelme és a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogának érvényesülése különös jelentőséggel bír a testi, a szellemi és a lelki egészség megóvása érdekében, és most jön a lényeg, e törvényben foglalt célok és a gyermekek védelme érdekében tilos 18 éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a neme megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Mi azt gondoljuk, hogy ez sajnos tökéletesen megvalósult Pécsen az elmúlt hétvégén, és amint ígértük, bizonyítékaink is vannak, ezeket most be fogom mutatni. Természetesen ott, ahol gyermekek arca látható, azt kihomályosítottuk, az nem lesz felismerhető. Az eredeti képeket a feljelentésben már eljuttattam a rendőrséghez, úgyhogy most be fogok mutatni 5 fényképet. Itt látható az első, egyértelműen látható, hogy gyermek szerepel a képen. Itt a következő. Itt is azt hiszem, hogy nem kell különösebb magyarázat hozzá, ahogy itt sem. Ha jól emlékszem, ez a... Igen, igen. Ez, amit én a legfelháborítóbbnak tartottam. Úgyhogy még egyszer mondom, ezeket eljuttattuk már a rendőrséghez, és megtettük a feljelentést. És elvárjuk a rendőrségtől, hogy szerezzen érvényt a törvénynek, büntesse meg azokat, akik ezért felelősek, mert az abnormalitás attól még nem lesz normalitás, hogyha azt hangosan kiabálják, hogyha provokatívan felvonulnak. A szexualitás magánügy, ahogy egyébként ezt a felvonulók is oly sokszor szokták hangoztatni, akkor arra kérjük őket, hogy tartsák is ehhez magukat, ne vigyék az utcára, ne csináljanak belőle közügyet, mert ezt nem fogjuk hagyni. Az ellenállás egészen addig folytatódni fog, amíg utcáinkról el nem tűnik a deviáns, emberellenes ideológia, mint amilyen emberellenes ideológia az LMBTQ ideológia is. Köszönöm szépen a figyelmet!